December 2-án rendezték meg az első Jászkunsági Gyerek vagyok megyei népművészeti szemle döntőjét Jászapádin a Bájer Antal Művelődési Házban. Az eseményre közel 200 versenyző érkezett szerte a megyéből. A versenyt 4 kategóriában, szóló és csoportos néptánc, illetve hangszeres zene és népi ének kategóriában hirdettük meg. Két korcsoportnak volt, egy 6-tól 11 éves korig és egy 12-től 16 éves korig kategória. A mai napon körülbelül 200 gyerek érkezett ide Jászapátira. Háromtagú zsűri képzett és elismert szakemberek értékelték a fellépőket, akik Kecskemétről érkeztek. Úgy gondoltuk, hogy a harmadik etapra megyén kívüli szakembereket hívunk, hogy ne érjen az a várt, hogy bárki részlehajló lehet a dologban. Hát itt mindig fontos ugye a kategóriákat egyesítve az, hogy a színpadi megjelenés, a tánc hitelessége, a koreográfiai megformálás, nyilván a szólistáknál az előadó művészeti kvalitás, úgyhogy ezeket mind egybevetve és egybegyúrva hozta meg a döntését a szakmai zsűri. A Jász Fényszaru Iglice Gyermektánc Együttes csapatként és szólistákkal is képviseltette magát a művészeti szemle döntőjében. Hát igazából örülünk ennek az első helynek, de ez a szemle ez igazából arról szólt, hogy tánccsoportok így találkozzanak, így ismerkedjenek, és tudjanak tanulni egymástól, hogy másokat lássanak táncolni. Dóri és Bence gyors csárdást és cigáncsárdást mutattak be a döntőben. A több mint 3 éve együtt táncoló fiatalok első helyezést értek el a kettes korcsoportban, így nívódíjjal jutalmazták produkciójukat. Még az Iglice néptánc csoportot szintén nívódíjjal jutalmazták.